Hello mindenkinek, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban egy olyan témát hoztam el nektek, amit ti szavaztatok meg. Egy lányos jellegű tesztet az új iPhone 8-as készülékemről. Illetve a videó végén még egy szuper izgalmas nyereményjátékkal is készültem nektek. 7 darab telefontokot fogok kisorsolni. És a videó végén pedig elmondom részletesen, hogy mit is kell tennetek a tokért. És most nézzük meg, hogy mit tud az új iPhone 8-as készülék női szemmel. Új tulajdonság szerintem kifejezetten nekünk nőknek lett kifejlesztve, hogy egy újabb ékszert tudhassunk a gyűjteményünkben. De vigyázzat krónikus iPhone lejtők, ugyanis mostantól duplán imádkozhatunk a leesett telefonjainkért. Alkalmával már buvákodó szelfit is készíthetünk. Yes! Erre a megoldásra már mióta vártunk mi nők. Tegye fel a kezét, aki nem így húzza ki a kábelt a falból. Szóval akkor mostantól nincs több válmeghúzás, nincs több körömlakkal összekent töltőkábel, de leginkább nincs több összetört lélek. Wow! Végre itt egy forradalmian új megoldás, hogy a telefonom végre összhangba kerüljön a rózsaszín cuccaimmal. Hölgyeim! Ugye mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Még több selfie! Akarom mondani, még több kristálytiszta selfie. Tehát mostantól már gyönyörű, hatalmas, Full HD minőségben gyönyörködhetek Leo tökéletesre fejlesztett ugrásaiban a kajáért. Szeretnék megállni egy pillanatra. Képzeljétek el, hogy már a telefon bekapcsolásánál első dolgom volt, hogy gyermeki lelkesedéssel vessem bele magam a portréfotózás új dimenzióiba. És aztán megláttam. iPhone 8-as készülékre nincsen portrémód. Nincsen professzionális stúdió megvilágítás. Nincsen elmosódott háttér. Ez volt az a pont, ahol nagyon csalódtam, és megtévesztve éreztem magam. Jelentsen ez bármit is. Gondolom ez valami olyasmit jelenthet, hogy mostantól akkor gyorsabban tudunk majd Facebookozni, meg Instázni is. Vagy gyorsabban tudjuk csekkolni a pasfiaink telefonjait, amíg elmennek zuhanyozni. Én nem vagyok ilyen. Rátó gondoltam én. És soha nem csináltam ilyet. Király! Így a lakberendezés már véglegesen a nők kezébe kerülhet. És így a férfiak is felszabadulhatnak végre az órákon át tartó IKEA-zás gyötrelmei alól. Shoppingolni. Vagy például nézzétek meg, milyen kis édes tamagocsitok lehet az iPhone 8-as készüléken.
írjátok meg kommentben, hogy milyen kiterjesztett valóságos appokat vagy játékokat szeretnétek, hogy teszteljek az új telefonomon, és szívesen megcsinálom nektek egy elkövetkezendő videóban. És akkor záró gondolatként egy kicsikét komolyra fordítva a szót, én úgy érzem, hogy egy kicsit talán elhamarkodottan vásároltam meg az iPhone 8-as készüléket, nem néztem eléggé utána. Erre tökéletes példa, hogy nem tudtam, hogy ebben nincsen portré fotózás mód. Összességében viszont nagyon elégedett vagyok, és az iPhone 6-osom után ez egy nagy előrelépés volt. Az iOS 11-es szoftveren egy kicsit még az az érzésem, mintha béta lenne. Vannak benne még bugok, például az Insta Story-ban a boomerang funkció nekem full pixeles vele, de összességében én nagyon boldog vagyok az új telefonomban. 7 darab telefontokat fogok kisorsolni azok között, akik megírják kommentben, hogy hashtag cuki vagyok, tokot akarok. Annyit kell tudni, hogy ezek iPhone 6 és 6S készülékekre jó, és megmutatom nektek gyorsan őket, hogy milyenek is vannak. Sorsolás 2 hét múlva Insta Story-ban. Köszönöm szépen, hogy a mai videómban is velem tartottatok. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok légy szíves egy nagy lájkot, és ne felejtsetek el követni Instagramon se a @kukac_kloinos felhasználó néven. Mindenkinek csodálatosan szép napot kívánunk, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!